Újbezdán kapcsán évekig a májusfa körüli szokásvilág jutott elsőként az emberek eszébe, a helyi művelődési egyesület tagjai viszont 4 éve úgy döntöttek, hogy bővítik repertoárjukat. Így született meg a Kukorica Fesztivál, melyet idén is megtartottak a helyi magyarok otthona udvarában. Hát az volt a célunk vele, hogy valamikor nagyon nagy termelők voltak itt a faluban, és sajnos most már kihalóba van. Vannak csak nagy gazdák, akik termelztik a kukoricát, és ezt szerettünk volna hagyománnyal, hogy ne feledje senki el ezt a terméket, amit éltette az embereket valamikor. És így gondoljuk, talán majd hagyomány lesz belőle. Most már 4. alkalommal szerveztük, és nagyon örülnek az emberek neki. Az Újbezdáni Kultúregyesület már több hete készült az eseményre, rendkívül szorgalmasak voltak, így a látogatókat pompás díszlet fogadta. Többek között a Gizi névre keresztelt vendégváró Kukorica királynő, vagyis az őszi termésekkel díszített bábú is. A gyermekeket kreatív sarokkal és kézműves foglalkozásokkal várták, a standokon pedig helyi termelők kínálták portékáikat, de frissen sült lángost, kürtös kalácsot és természetesen főtt kukoricát is kínáltak. Az első nap különböző kukoricás játékokról szólt, melyeken kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhattak. A vetélkedőn a kukorica termesztéshez kapcsolódó versenyszámokban mérhették össze ügyességüket a csapatok. Mindig az első napon, igen, a játékai a főszerep, a gyerekek az udvar ugrálóvárokon tudják kiadni a gőzt, még a felnőtteknek egy játékhatárok nélkül elnevezési játéksorozaton tudnak részt venni. Idén 4 csapatot hívtunk, a Petlovácit, a Cseminácit, a Dárdait és a Mieink versenyeztek. Az összes játékban a kukoricái volt a főszerep. Az elsőjében elültettük, a másodikban megvédtük, a harmadikban összeszedtük, és a végén lemorzsoltuk a kukoricát. A csapatok tehát ilyen játékokban mérték össze erejüket, és végül az újbezdáni csapatnak sikerült az első helyen végezni. A szombat este bállal ért véget, vasárnap pedig a táncosoké volt a színpad. A kultúrműsor a Magyar Otthon hátsó udvarában felállított sátor alatt zajlott. A vendégeket Jankovics Róbert HMDK elnök, magyarságunk parlamenti képviselője és Magdó János eszéki magyar főkonzul köszöntötte. A rendezvény kiváló alkalom volt a kapcsolatok ápolására is, a magyarországi Beremenden élőkkel már évtizedek óta tart a barátság. Én Valer Istvánné vagyok, Beremenden élünk, és ez a kapcsolat a háború ideje óta tart az Ivolyával és a Lacival. Ők sajnos a háború idején átjöttek Beremendre, és ott éltek a háború alatt. Akkor ismertük meg egymást, és akkor még csak személyes kapcsolat volt ugye köztünk, és most, hogy vége a háborúnak, és énekkar, tudtuk, hogy itt tudtam, hogy énekkar alakult itt, és az Ivolya megkért, hogy én is csatlakozzam az énekkarhoz, és én szívesen csatlakoztam, és azóta folyamatosan jövünk mindenféle rendezvényre, és együtt vagyunk, segítsük egymást. Jól érezzük magunkat minden rendezvényen, akár itt, akár ott. A rendezvény második napján is megtelt a magyarok otthona. A néptáncsoportok és énekkarok egy közös fotó után egymás után vették birtokba a színpadot. Fellépett a házigazdák, szivárvány népdalköre és pengetős zenekara, a helyi hagyományőrző egyesület gyermektáncsoportja, a Szentlászlói Rozmaring énekkar, a Pélmonostori Csillagszemű és Csillagocskák táncsoport, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület Gerle gyermektáncsoportja és a Kopácsi Arany János Magyar Kultúregyesület Tavi Rózsa táncsoportja. A rendezvény zárásaként 3 színű, piros-fehér-zöld léggömböket eresztettek égnek, hogy messziről is látható legyen, milyen mozgalmas magyar közösségi és kulturális élet zajlik Újbezdánban. A 2 napos fesztivált a HMDK, a Zágrábi Kisebbségi Tanács, a Betlen Gábor Alap, a Csóri Sándor Alap és a Baranya Szent Istváni járás támogatta.